Szeretettel köszöntöm a stúdióban Karnis Miklóst, a Városi Képviselőtestület egyik új tagját. Ugye ismerik már régen, mint Padrakúti önkormányzati megbízotta, de hát lehet azt mondani, hogy most szintet léptél, hát te kezdődünk, bocsánat. Igen, hát ez az ismertség nem mostani keletű. Hát voltál te már képviselőjelölt is, ugye? Így van, így van, és nem sokon múlott az, hogy... Tehát nagyon jó eredményt értem el, és nyilván azért is kaptam ezt a megbízást, hogy ja, mind... Erősítsd a városrészt. Így van, erősítsem a városrészt, illetve próbáljuk az embereknek a problémáikon, a felvetéseikre megoldást találni, hogy közvetítsek a városvezetés felé, és úgy érzem, hogy ez nagyon sokszor értő fülekre talált. De te bányász voltál, ugye, de most már nyugdíjas vagy. Hát igen, úgy, tehát viszont én dolgozom van még. Van egy cég, amelyiknél így, szintén besegítesz. Így van, továbbra is ilyen részmunkaidős vagyok, tehát gépértékesítéssel foglalkozom. Kimondottan Targonca értékesítésre, a Targonca Trade. Nem sok ilyen van a városban, hogy Targonca Trade. Targonca Trade 2000 Kft-nél dolgozom, így van még. És milyen tapasztalatokat gyűjtöttél mondjuk az elmúlt 4 évben, mert visszamehetnénk, de hát mióta azóta vagy, ugye? Így van, nem, 2021. november 1-től kaptam a megbízásomat. Hát akkor 3 év. 2021. Hát, és mi volt a jogosítva, mit kell tenned, hiszen van a városrésznek, vagy volt, mellette is. Igen, én ezúton is szeretném megköszönni a padragiaknak azt a bizalmat, azt a belém vetett bizalmat, hogy előzőleg is nagyon sokan rám voksoltak, illetve a mostaninál meg természetesen még többen. Én akkor is mondtam, mikor volt az előző évértékelő, hogy még nem ismernek az emberek, de aztán úgy közben, hogy megismertek még jobban, és látták, hogy amivel hozzám fordulnak, vannak eredmények. Tehát, hogy érdemes nekem szólni, mert történik valami. Én nagyon örülök neki, hogy sokféle fejlesztést tudtam itt Padrakúton elrendezni, úgy mond, hogy a volt elég, ugye? Volt elég, így van, mert mondom, nagyon sokan meg tényleg sok vízelvezetési probléma, vagy akár, hogy hiányzik egy pad a buszmegállóból, vagy, de a legnagyobb probléma a vízelvezetés, meg a járdák állapota volt. Igen. De voltak apróság is, hadd mondjam, azt például gombát osztottál, mikor megkínáltak a barátaid egy... Igen, sikerült, és úgy gondoltam. Apróságnak tűnt, de szerintem sokaknak jól jött. Sokaknak jól jött, de valaki meg kritizált ez miatt. De sokaknak... Igen, azt mondták, hogy én tehát nem krumpit osztogatok, hanem gombát. Nem, de hát volt lehetőség erre, és én úgy gondoltam, hogy sok ember örülne annak, hogy most, hogyha nem ezt a választás előtt kapom, én akkor is szívesen, tehát hogyha az ember ilyenre hozzájut, akkor nagyon szívesen megosztom, mert tudom, hogy vannak, akik elég szerény körülmények között élnek, és én próbálok nekik amúgy is segíteni, hogy hozzáfordulnak. Te Csékúton laksz, ugye? Csékúton, igen. Csertelepen. Pontosan. Mennyire érzékelhető esetleg a két városrész, vagy a városrész két részének a hát szembenállása, vagy szinkronja, nem tudom, mit lehet ilyenkor mondani. Hát nekem az egyik... Padrag és Csékút. Hát így van. Én ezt egyik fő feladatomnak tekintem, ugye, mert hogy ezt a két városrészt jobban összehozzam. Tehát úgy mondjuk nem is két városrész, mondjuk Csékút, inkább Csertelep, Padrakút, de hát, hogy 3 városrész egy kicsit közelítsen egymáshoz, mert egy helyen lakunk. És én úgy gondolom, hogy főleg ilyen rendezvények alkalmában ezt örömmel látom azt, hogy akármelyik városrészből jönnek, beszélgetnek emberek, tehát nem duzzognak egymásra, aztán megbélyegezve, hogyha így van, a Csékúti magának. Így van, teljesen így van. Ez klasszikus probléma Magyarországon. Látok időseket, fiatalokat, középkorosztályt, jól érzik magukat, beszélgetnek, jó programok vannak. Ezt tovább szeretnénk folytatni, és igény van rá. Nagyon szép, csodálatos az a bányakert, ugye. Ugye az önkormányzatnak ez egy nagyon jó ötlete volt, hogy megvásárolta ilyetbe ilyen... És rehabilitálta a környezetet, nem volt kevés pénz. Így van, nem kevés pénz, de én úgy gondolom, ez egy olyan közösségi tér, amely esetleg még túlnyúlhat a padragi rendezvényeken is.
A hatalmas terület van ott bármilyen. Hatalmas terület van, így van, és ebből lehet, hogy lenne egy... Kiállítás, például volt már veterán autók kiállítás. Így van, nagyon jó kapcsolat a veteránosokkal, sőt már jöttek Zalaegerszegről, Győrből, Lábatlanból, tehát kezdi ez is kinőni magát, majd mindegy kisebb ilyen hajkai veterán autó találkozó, ami most történt nemrég, és úgy hallottam, láttam, hogy az is nagyon sikeres volt. Igen. Mi is hodott téged, hadd kezdem meg kicsit visszamenve az időbe a közélet oldalára, hogy úgy mondjam, mert hát valahol csak elkezdődött ez a közösségi tevékenység, vagy ennek a vágya. Hát persze, én hát én... Kényszerre nem tudod, hogy érted meg. Én alapjául véve is egy közösségi ember voltam. Tehát bármelyik munkahelyen mindig lehetett rám számítani. Ha kéréssel fordultak hozzám, az ember ezt próbálta úgy megoldani, hogy örömmel vették az emberek. És ugye hát, hogyha így erről beszélhetünk, hogy ugye amikor megkerestek engem, hogy felmérték itt a padragi embereket még az előző választásnál, hogy ki lenne alkalmas esetleg, vagy kit lehetne itt képviselőként indítani, és akkor mondták, hogy Miklós, elég sokan ajánlottak téged, és én ennek alapján ugye hát bejöttünk, egyeztettünk polgármester, alpolgármester úrral, aztán hát nem akartam igazából a politikába belecsöppenni, de azt mondom, 15 perc hírnév jár mindenkinek a film után. Andy Warhol is azt mondta, így van, így van, és így mondom, próbáljuk meg. Ugye hát a Padragi Bányász hagyományőrző körnek is tagja voltam, és most a Sanyi bácsi, hogy ugye hát a koránál fogva, meg hát hogy a bányászati tanácsadó testületnek az elnöke lett, így hát megszavaztak, és egyhangulag megszavaztak a kollégák, ami nagyon jól esett nekem, mert én úgy gondolom, hogy mindenkivel próbálom megtalálni a hangot. Nekem a munkámnál kifolyólag nagyon sok emberrel beszélgették, és nagyon sok emberrel... A kereskedő is van. Nagyon sok, így van. Szóval 23 éve foglalkozom gépért targonca értékesítéssel, és tehát nagyon sok emberrel beszélgetek, és nagyon sok emberrel meg kell találni a hangot, és úgy érzem, hogy ez elég jó sikerült nekem. Tehát pillanatok alatt össze tudunk barátkozni, van közös témánk, van úgy, hogy az utolsó 5 percben beszélünk a targoncáról, előtte azért vannak közös, igen, így van, és nyilván szerettem, meg szeretem csinálni, mert az ember akkor ezt 23 évig nem csinálta volna. Most itt a mindenféle emberekre jut eszembe, hogy manapság jellemző, nem csak Ajkán, meg nem csak Padrakúton, egyfajta politikai megosztottság, vagy reménykedés a változásban. Tehát okoz ez mondjuk feszültséget Padrakúton, mert tudjuk, van ott egy Padrakútért civil fórum, így fórum van. Is. Velük milyen a kapcsolatotok, vagy milyen a kapcsolatotok? Hát én úgy gondolom, hogy ami tudunk, ez is, mert inkább jobbra húz, nem baj. Így van, tudunk még együtt dolgozni, tehát azért most sokan gratuláltak tőlük is. Meg hát én azt szeretném, hogy hovatartozástól függően a padrakuti emberek érdekeit szolgáljuk, és a így van. Bárkinek az érdekeit. Ja, így van, a padrakuti emberek érdekeit szolgáljuk, és ezáltal a városrész fejlődjön, és szintet ugorjon, én úgy gondolom, mert valóban, hogyha itt Ajkán körbe megyek, ugye az egyik legnagyobb település rész, ajkai városrész, Ajka-Padrakut. Ugye egy Padrakút. Távol esik a központon. Így van, de itt vannak elképzelések, és bízom benne, hogy egyre többen fogják látni ezt a változást, ezt a pozitív irányú változást. És hadd ragadja meg az alkalmat, hogy közbevessen, és ez nem kell elszakadni a Ajkától Padrakútnak, mert voltak ilyen törekvések. Voltak, de hát az egy, de már nem, gondolom, nem, az egy átgondolatlan. Nem hallok róla. Nem, az egy átgondolatlan. Én úgy gondolom, hogy nem nézték át a lehetőségeket. A polgárs is kiszámolta, hogy egy hasonló településnek mekkora bevétel, mekkora helyi, mondjuk iparűzési adónak kérdezik. Igen, annyi cég nincs, hogy ők el tudnák, nem tudnák ezt produkálni, ezt az iparűzési adót. Most, hogy megválasztottak, érzel-e valami kihívást a dologban, vagy növekvő elvárásokat, hogy mi lesz a következő 4 év programja? Igen, hát... Most is, hogy már bár mondtam, hogy ugye még csak önkormányzati megbízott vagyok majd októbertől, de már tényleg, meg egy, tényleg ez egy megtisztelő feladat számomra, ugye, hogy ennyi embert képviselhetek itt a városvezetésben, és nyilvánvalóan
az ember ezt fokozottan fogja képviselni, mert szeretném azt, hogy azt mondja, hogy még aki esetleg most nem rám szavazott is, tehát ez a szavazó táborom, ez nőjön. Mert nagyon sok emberhez eljutottam, de úgy látom, hogy még nem eléghez, és én ezt próbálom majd bepótolni, és pártomba tartozástól függően szeretném, ha azt mondanák, hogy igen, hogy jó helyre tettük a szavazatunkat. Vagy hát ők meg jó helyre tesszük a következőben szavazatunkat. Nem érveled ilyen bosszú vágy, hogy nem rám szavaztál biztosan ezért. Nem. Sőt, nekem vannak fideszes ismerőseim, mondhatnám, hogy barátaim is. Én tisztelem az ő álláspontját, ő tisztel az én álláspontomat, aztán... Gondolkodtál azon az erkölcsi program, mondjuk, hogy te egy bizonyos közösséghez, hát a közösen Ajkait Egyesület jelöltje vagy, tartozol csak úgy, mint a képviselő társaid többsége, hogy bizony néha szembe kell majd szállni velük esetleg, és érvelni a saját igazad, mert hogy jó, legyen kerékpárút, mit tudom én, Bakony-Gyepesen már van, de hát a Padrakút még azért rá, azt hiszem még a fejlesztés előtt. Igen, ez fejlesztés előtt áll, de ígéretet kaptunk rá, és én bízom abban, hogy ezt végig is fogjuk tudni vinni. Meg hát a meggyőzésről annyi, meg az érdekképviseletről annyi munkámból kifolyólag meg kell győznöm embereket, ami nem egy egyszerű feladat, mert itt is rengeteg konkurencia van, és ők nem az képviselőtárs, vagy hát az Ajkai, nem a közösen Ajkai Egyesületnek, hanem teljesen igen. És itt is van elég sok konkurencia, és mégis meg kell győznöm azokat a vásárlóimat, hogy a tőlünk azt vegyenek, azt tőlünk vegyenek, meg az én ajánlatomat támogassák. Na most ez itt ez a feladat, ez a városrész támogatására fog majd áttendálni, így van ez. Kicsit transformálod, behelyettesíted a személyeket, de a feladat nagyjából ugyanaz. De egyébként visszatérve a képviselőtársaimnak elég jó, tehát mondhatnám, hogy nagyon jó viszonyban vagyok mindegyikkel, meg az előző választásokkor is vigasztaltak, meg gratuláltak, hogy majd a következő, majd, mert még nem ismertek eléggé. De hát, és azután is köszönöm nekik a támogatást, persze, igen. Meg a városvezetésnek is, polgármester úrnak, a polgármester uraknak is tényleg nagyon próbáltak mellém állni, és úgy gondolom, én ezt a bizalmat meg is szeretném hálálni, meg az embereknek, meg főleg. Ha valakinek most akár ezt a beszélgetést látva, vagy olvassa, mert az újságban is meg fog jelni egy része biztosan, eszébe jut valami, akkor hogyan fordult hozzá, vagy hogyan érhet el? Az elérhetőségeim nyilvánosak. Tehát a város honlapján? A város honlapján, de meg ugye hát a Facebook oldalamon is, persze, telefonszámon, bármi, most is sokan keresnek egyébként, és általában hogy el is szoktam menteni a számokat, hogy tudjak valamit mondani, és a problémát is mellírom, hogy így van, egy az, hogy tudok rá reagálni. Meg az eddigieknél is, amit az ember kért a városvezetéstől, azt próbálta az építési irodától, akár azt próbálta nyomon követni. Mert ugye nem egy gyors folyamatok, és akkor az ember valamiben, hogyha belekapaszkodik, akkor én olyan vagyok, minden van egy amerikai bulldog kutyám, valami a belekapaszkodik, nem engedi el, én se. Egy hét, két hét, egy hónap múlva, tehát az ember vissza, ez megint csak visszavezethetni a munkámra, mert ugye ott se egyből vesznek gépet, hanem eltelik egy kis időszak. Újítás. Így van, és akkor el kell egy időszak, egy telefon, ott is meg kell találni azt a középutat, hogy ne vegye az ember zaklatásnak. Tehát, hogy én is minden nap nem fogok jönni a polgármester úrhoz. Már valószínűleg megint, hanem meg kell találni, és én bízom benne, hogy tudunk együtt dolgozni a mostaniakat, vagy hát az előzőeket is figyelembe véve. Tehát én látom azt, hogy azért figyelnek, segítenek, intézik azt, amiben kérem a segítséget. És én mondtam is, akivel találkozom meg most is, mert sokan gratulálnak még, mondtam, hogy ha bármiben tudok segíteni lehetőségemhez képest, nyugodtan keressenek meg, és megpróbálom őket minél legjobb tudásom szerint képviselni a városvezetés előtt. Karincs Miklós, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és én köszönöm. Sok sikert kívánok képviselőként. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.